A borz. Azt mondják, büdös, mint a borz, de ez nem teljesen igaz. A félreértés abból ered, hogy sokan összekeverik a hazánkban is élő borzot Amerikában honos távoli rokonával, a bűzös borzzal, másként azt hívják skunknak. A felénk élők kifejezetten tiszta állatok, amelyek olyannyira gondoskodnak a környezetükről, hogy közös vécéket építenek lakó és alvóhelyüktől távol, és ott végzik a dolgukat. A borzok ugyanis napközben és télen is több hónapig kotorékjaikban tartózkodnak, ezért különösen ügyelnek, hogy az kényelmes és takaros legyen. Az emberekhez hasonlóan szeretik a családjukkal közösségben tölteni az idejüket, ennek megfelelően tágas várat építenek. Ezek hosszú, messze elágazó járatrendszerek. Néha még a róka is elfér bennük albérlőként, mivel a folyosók nagy részét a borz nem használja, csupán vízkijáratként vagy a tanya szellőztetésére tartja. A menyét félék családjába tartoznak, jellemzőjük a zömök, ék alakú test, fejük jellegzetesen fekete-fehér sávos rajzolatú, ezért távolról is könnyen felismerhetőek. A borz olyan körülbelül, mint egy közepes méretű, nehézkes kutya, amely nagyon torkos. A gilisztától a csigáig, rovarokon, gyümölcsökön át az elhullott állatokig minden megfelel neki. A méhektől elrabolja a lárvákat és a mézet, bőre annyira vastag, hogy nem árt neki a csípés. Ősszel, amikor már nagyon kövér, hallható szuszogással cammog az erdőben, ugyanis a télre hízlalja magát. Gondja van rá, hogy azt a lehető legkényelmesebben tölthesse el, lombot hord a lakásába és puha, meleg vackot készít magának. Otthon ülő és kényelem szerető. Csak akkor távozik várából, ha teljesen beáll az éjszaka, esetleg a nagyon elhagyatott erdőségekben, néha már a késő délutáni órákban is csatangol. Nem csak azt gondolják róla, hogy büdös, hanem azt is, hogy remete, mivel legtöbbször egyedül látni, ugyanis csak a fiatal borzok járnak társasan eleség után, az öregek mindig egymagukban. Térjünk rá viszont még a skunkra, aki miatt úgy tartják, hogy a borz különösen büdi. Az tény, hogy ugyanúgy néz ki, fekete-fehér csíkos és maga is egy borzfajta. Félelmetes híre pedig abból ered,
hogy veszély esetén a popóját és farkát magasra emeli, majd lő. A bűzös permet átmenetileg meg is vakíthatja a támadót. A rettenetes szag pedig hetekig érezhető marad. Bár nem spriccelnek azonnal, először figyelmeztetésként sziszegnek, lábaikkal dobbantanak, bozontos farkukat lobogtatják, illetve kézen állva táncolnak. Általában elérik a céljukat, és a támadó meghátrál. Hát ezért gondolják, hogy minden borz büdös, és ami a legfurcsább, hogy vannak emberek, akik ilyen állatot, büdös borzot tartanak otthon.